Seine. Sokta? Hallom, hogy sírsz. Miért? A kereső halott. Nem. Nincs az alvilágban. Akkor hol van? Attól félek, hogy egy sokkal távolabbi helyen. A jövőbe került. Próbáltál megölni. Átkerültünk a jövőbe. Úgy látszik, hogy túl erősen vágtalak fejbe. Nézd körül! Minden megváltozott, nem? A nővéreid eltűntek. Az őrültek, akik megtámadtak minket. Egy új rál nagy urat követnek, egy férfi inkvizítort. A hívei lemészárolnak mindenkit, akit nem érintett meg. És ha nem akar megölni engem, hanem szolgálnak akar, ahogy valaha Darken rál, akkor csalódást okozol neki. Indulás kereső. Hová megyünk? Kiderítjük, van-e igazság abban, amit mondasz. Hatújnyi nyugatra a holttól. A hét nővér keresztezi a bárányházát a 627. fordulatnál. Megvan. Hol? Nem hol. Mikor? Mondd már! A kereső az eltűnése helyén fog felbukkanni. Az eltűnése utáni 58. esztendő második holttöltéjén. 58 év? Öregasszony leszek. Csak nem hiszed, hogy Darken rá életben hagy addig. Ha Richard átkerülhetett a jövőbe, biztosan arra is van mód, hogy visszajöjjön. Mi sem szerünk. Csak el kell intéznie, hogy ugyanúgy együtt legyen minden varázserő. Ordené az inkvizitoré és az Agi elé, mint amikor eltűnt. Richard elszánt és okos. Biztos, hogy képes megcsinálni. És honnan kerít inkvizitort abban a sötét jövőben? Elutazik Valériára. A húgom talán még életben lesz. Darken Rál már elpusztította Valériát. Halálba üldözte az összes inkvizitort. Te vagy az utolsó Kaelen Amnell. Még ha Richard elő is tud varázsolni egy élő inkvizitort. Még ha szerez is valahonnan egy Agielt. Akkor sem tudja majd, mit kell tennie. Talán tudunk üzenni neki. Még ha nem is lenne rajtunk a Radahn. És a nagy Zedikus még élne. Akkor sem lenne olyan varázslat, amely képes lenne üzenetet küldeni az idő gránit falán keresztül. Talán van más út is. Örülök, hogy látni kívántál. Tudod, hogy mindig is megvetlek majd. Lehet. Teljes amnestiát adsz minden ellenállónak kivétel nélkül. Ha biztosítod, hogy leteszik a fegyvert. Ispotá épül minden tartományban. És otthon a háborúban elesettek árváinak. Azt kívánom, hogy a feleségem légy. Testben, lélekben. Ha ezt szem előtt tartod, minden feltételedbe beleegyezem, Kaelen. Akkor hát, a királynőd leszek. Boldoggá tetted az elmúlt évet. Boldogabbá, mint hittem volna. Képzeld, mennyire örül majd a nép.
amikor szeretett királynéjuknak gyermeke születik. Pihennem kell. Persze. Alice, figyelj rám. Igen, úrnőm. Amint a kicsi megszületik, amint a nagyúrnak lesz egy inkvizítor gyereke, akit formálhat, engem meg fog ölni. Nem értem. Amikor megismerkedtünk, és beszélgettünk a születendő gyermekről, én végig a szemedben néztem. Igen. Bár ez rajtam van, és nincs hatalmam, így is belelátok az emberek szívébe. Majd 100 lány szívébe néztem bele akkor, mert olyas valakire volt szükségem, aki elég erős, elég jó, és elég bátor ahhoz, hogy rábízzak egy nagyon fontos titkot. Megrémítesz. Tudom. De azért segítesz, ugye? A szüleim végig az ellenállást támogatták. Ha te nem lennél, szörnyű halált haltak volna. Bármit is kívánsz tőlem, a válaszom igen. A kereső nem halt meg. Hol van? 58 évnyire innen. Van rá mód, hogy visszatérjen, de ő nem ismeri. Alice. Mindenképpen életben kell maradnod. Bármibe is kerül, bárkit is kell bántanod, mert el kell mondanod a keresőnek, hogyan forgathatja vissza az időt. Az egyik, amire szüksége lesz, egy inkvizítor. A gyermekem. Ezért mentem feleségül Rálhoz. Meg kell győznöd a nagy urat a hűségedről. Még ha ezért a saját kezeddel kell is megölnöd engem. Úrnőm, nem lennék erre képes. De igen. Képes vagy rá, ha kell. Ha így maradhatsz a gyermekem közelében. Alice. El kell mondanod a lányomnak, hogy ki voltam én. És ki volt Richard Cypher, a hős. Meg kell tanítanod neki, hogyan segíthet Richardnak visszatérni a múltba. Hogy megmentse a világot Ráltól. De úrnőm, én csak egy kovács lánya vagyok. A kereső csak egy favágó fia volt.